Jó estét kívánok! Mintegy 320 ezer gyerek készül idén a 8. vizsgára, vagy éppen az érettségire. Sokan közülük izgulnak, stresszelnek, akár félnek is a megmérettetéstől. Természetes, hogy szülőként szeretnénk, ha a lehető legjobban teljesítene gyermekünk, de nem biztos, hogy mindig megtaláljuk azt az utat, ahogyan őt terelgessük a siker felé. Nem biztos, hogy mi is mindig jól súlyozunk ebben a folyamatban. Néha velünk is elszalad a ló. Hisz úgy gondoljuk, sok minden múlik azon, milyen iskolába jut majd be, vagy milyen egyetemre felvételizhet majd. Milyen a jó szülői, pedagógusi magatartás ezekben a helyzetekben. Hogyan segíthetjük a gyermekeket, hogy a végén mégiscsak kihozzák magukból a maximumot. Na hát erről beszélgetünk ma a vendégeimmel. Köszöntöm a stúdióban Csiszér Zsuzsa iskolapszichológust, Csata Éva édesanyát, aki a HIFA Románia ügyvezetője, és Fábián Olga magyar szakos tanárnőt. Na hát egy ilyen, már én is ilyen stresszben vagyok, hogy is lesz ez a beszélgetés, mert hogy minden ilyen alkalomattán azért stresszelünk, meg van bennünk egy ilyen vizsgadruk, és először Éva, hozzád fordulok, kérdezzem meg, neked a kisfiad most 9-es, tehát ti túl vagytok egy 8-os vizsgán, milyen volt az az év nektek? Megrázó. Tudnélik, két év van a két gyerek között, amikor az elsővel keresztül mentem ezen, azt hittem, hogy mindent tudok, nem lesznek meglepetések. Nyilván beszámoltam az egyenletbe, hogy a két gyerek két különböző világ, viszont nagyban befolyásolta az első választása a második döntéseit, illetve azt, ahogyan én kezdtem el gondolkodni a vásárhelyen elérhető oktatási intézményekről. Ahogy említettem, a fiammal egy teljesen más dolgot tapasztaltunk meg, amit egy kicsit művivé is tettem, tudnélik a lányomnak minden tantárgyból biztosítottunk tanárt annak idején. Uh-huh. A fiammal pedig azt próbáltuk kikísérletezni, hogy milyen az, amikor abban bízunk, hogy igen, anya, tudom, ismerem, tisztában vagyok, készülök. Együtt is készültünk rengeteget, úgy éreztem, hogy én magam is fel tudom mérni azt, hogy a gyerekem mennyit tud, és az, ami mellett letette a voksát, el fogja érni azt a mércét jegyek szempontjából. Na de csalódtam, mellé fogtam, nem számítottam arra, hogy lesz egy hatalmas nagy vizsgadrug bennem, mert nem egy szorongó gyerek, és az a vizsgadrug bizony nagyon sokat rontott a helyzeten. Aminek örülök az az, hogy volt B-tervem, ugyanúgy vagyok most az érettségi előtt egy évvel álló lányommal is, hogy gondolkodom, nem bevonzani szeretném, viszont fel szeretnék készülni arra, hogy ha nem sikerül, akkor mi az, amit csinálni fogunk. Nagyon belefolytál akkor abba, hogy lesz a gyerekekkel? Nagyon benne voltál? Sokkal jobban idegeskedtem, mint ők. Rengeteget imádkoztam, hogy tudjam azt a nyugodt, szeretetteljes otthoni légkört biztosítani, ami őket is nyugodtá teszi. Nem, igyekeztem nem fokozni a szorongást bennük, tudtam, hogy végig ezen gondolkodnak, tehát nem kell őket még bögdösni otthonról, hogy közeledik a vizsgas, nem sokára itt a vizsgas, még 10-et alszunk, és aztán jön a vizsga, mert ők jobban tudták, mint én, hogy mi vár rájuk. Amit tapasztaltam az az, hogy a tanárok zöme leírta őket, ugye ott volt a pandémia időszaka, ami azt jelentette, hogy ők végigéltek egy elég hosszú ideig tartó online oktatási periódust, és minden tanár szinte előre borítékolta, hogy ez vissza fog köszönni a vizsgákon. Uh-huh. Valószínű, hogy meg is történt. De inkább azt érzem, hogy az volt a legfontosabb ebben a folyamatban, hogy a szeretetemről biztosítottam őket, és igyekeztem nem azokat a mondatokat csattogtatni otthon, hogy de anya nagyon bízik bennetek, de anya tudja, hogy aztán ti, mert hogy ezek rettenetesek tudnak lenni, legalábbis számomra azok voltak. És ők mondták azt, hogy anya, ne folyjál annyira bele, vagy hagyjál, mert én majd intézem. Igazság szerint adott egyfajta magabiztosságot számukra az, hogy ha valamivel nincsenek tisztában, vagy nem tudják, akkor azt én tudom,
és azt én számon tartom. Amit hiányoltam, az az, hogy oké, ismerjük azokat az oktatási intézményeket név szerint, ahova felvételizni lehet, de nem igazán vannak nyílt kapus, nyílt ajtós események, hogy akkor megfogják az összes létező, igen, hogy akkor én itt szeretnék tanulni, ez nekem tetszik, itt jó a hangulat. És 9-ben volt nagyon érdekes mindkét gyereknél a pozitív csalódás, hogy na, nem is hittem volna, hogy ilyen jó helyre kerülök. Mit csinál ezekben a vizsga előtti egy években a pedagógus? Hogy tud jól ott lenni? Mert gondolom, hogy a legtöbb tanárban az van benne, hogy úristen, jön a vizsga, és akkor most, amit még nem adtam le, azt most gyorsan pótoljuk, de akkor azzal valószínűleg még nagyobb súlyt helyezünk, igen, a gyerekre. Tehát hogy mi zajlik be a pedagógusban? Az idővel való gazdálkodás, tehát ez nem egyszerű. Valóban egyik legnagyobb nehézség. Viszont most, ahogy próbáltam összeszedni a gondolataimat, szerintem úgy készüljünk vizsgára, mintha nem vizsgára készülnénk. Hát ez a legnehezebb, de és emlegetjük persze, hogy akkor ez még itt a harmadik tételeknél például, vagy a harmadik része az érettségi tételeknek olyan, hogy fel kell dolgozni bizonyos témákat, értekezés, fogalmazás a tanultak alapján, és elég sok munkát igényel diák részéről és tanár részéről is, hogy élményszerűvé tegye az órát, tehát ne csak előadást tartson, hanem valamiféle eszmeváltás induljon be, egy igazi párbeszéd a diákokkal. Van erre idő? Hát igen, ahogy említettük, tehát az idővel való gazdálkodás az sokszor nagyon, tehát hátrányos helyzetbe kerülünk emiatt. Abból kiindulva, hogy tehát ne úgy készüljünk, mintha vizsgára készülnénk, tehát hogy megtapasztalják a munka örömét vizsga előtti időszakban is. Tehát ezt szeretnénk elérni szerintem, tehát a legtöbben. Emlegetjük az érettségit, emlegetjük a kísérettségit, persze, tehát hogy nehogy megfeledkezzenek róla, és mi magunk se. De ahogy elkezdünk egy szöveggel dolgozni, tehát meg kell szólaljon az a szöveg valamilyen szinten. Mm-hmm. Tehát, hogy ne egy, mondjam így, külső kényszerként, destruktív kényszerként élje meg a diák, hanem valamilyen módon örömet jelentsen ez számára. Nem rosszak a tételek, én nem tartom rosszaknak a tételeket, és életközeli, tehát a minisztériumban megnevezhetem Váradi Izabella vezetésével, vagy az a csapat, aki ott összeállítja ezeket a tételeket, vagy kollégák segítik őket, szerintem rendben van. Tehát életközeli, vagy közelebb hoztuk a mindennapjainkhoz. Uh-huh. Tehát, hát igen, ez nagyon fontos, hogy a tételek kicsit közelebb kerülnek a diákokhoz, na de attól még a vizsgadruk, meg a vizsgára való felkészülés az még mindig nagyon nehéz, és lelkileg megterheli például a gyerekeket, és akkor most fordulok a pszichológushoz, hogy hogyan látja, hogy a gyermekek hogyan élik meg ezt a felkészülést a vizsgára, vagy egyáltalán ők készülnek-e fejben, lélekben erre? Én úgy látom, hogy készülnek, és megoszlik a diákok szempontjából is, és az sem mindegy, hogy 8-osokról beszélünk, vagy 12-esekről, de hogy egy részük valóban szorong, sőt, kimondottan rosszul van már ettől a gondolattól is, és egyszerű felmérők alatt is megtapasztalja azt, hogy képes leblokkolni. És vannak azok, akik vagy hárítják, vagy egyszerűen valamilyen féleképpen magabiztosak, és nem panaszkodnak erről. Tehát, hogy mind a kétféle diák csoporttal is találkoztam, és igazából, amit most hallottam, hogy ez ideális világban ez lenne, hogy a motivációjuk az belülről fakadó legyen, hogy amit tanulnak, az lekösse őket, és akkor nem kell gondolni a vizsgára, de hogy nem egy ilyen világban élünk, és hogy igazából nem is baj
feltétlenül, hogy van vizsga, csak nem kellene nagyon korán erre kéleződjön minden is. Hát igen, óvodától szinte a vizsgára készítjük őket, azt azért nagyon túlzásnak találom, vagy hogy úgy tanítsuk nagyon pragmatikusan, hogy a tételt majd tud kidolgozni, és hogy minden egyéb háttérbe szóljon. De visszatérve a szorongásra, tehát hogy én azt látom, és próbálom is külön választani azokat, akiket motiválni kell, mert vagy szoronganak, és azt már el is folytották, és csak úgy tűnik, hogy nem érdekli őket. Például a próbavizsgán úgy kacagnak, hogy nem írtam oda semmit, és ugye ez nekik a menőség. Vagy a másik véglet az, aki nagyon szorong, és ott már direkt be lehet dolgozni azzal, mert egyébként tanítható a szorongásra való megküzdés. Kimondottan a vizsgaszorongásra való megküzdés is. De akinek pedig az kell, hogy egy kicsit szorongjon már, vagy vegye észre, mert hogy hát ha az motiválja, ha belső motiváció nincs, mert történetesen nem köti le az anyag, akkor muszáj valami más szempontból külsőleg motiválni, tudatosítani, hogy ez miért fontos, és egy kicsit serkenteni, hogy bevonódjon. Tehát, hogy igen, megoszlik ilyen szempontból. Na, ez jó kérdés, amit így fél mondatban mondott, hogy miért fontos a vizsga? Mert ez is azért feltevődik szülőkben, gyermekekben, hogy nekem miért fontos most számot adni fél órában, 30 percben, másfél órában, három órában arról, hogy az elmúlt években mit sajátítottam el, vagy mit nem. Igen, hogy miért fontos annak, aki vizsgázik, a gyerek, vagy serdülő, vagy fiatal, és vajon ugyanebből a szempontból látja a szülő. De nem ugyanaz lehet a céljuk, vagy nem biztos, hogy egyezik az igényszintjük. Hát itt szokott gond lenni, hogyha a szülő többet vár el, vagy nagyon nyomná, hogy jó iskolába, hogy jó egyetemre, hogy bizonyos szakra, aminek státusza van, presztízse van, vagy olyan iskolába, és a gyerek ezt még vagy nem is realizálja, vagy ha tudná, akkor is azt mondaná, hogy nem az én életem. Igen. Ehhez egy érettség kell egyébként, tehát egy nyolcadikos még nem biztos, hogy olyan határozottan el tudja mondani, hogy miért nem, vagy miért igen valami. Viszont igen, a saját célját, ha tudatosítja, amiben lehet szintén segíteni, sok beszélgetéssel, akkor az adhat egy plusz erőt, hogy igen, ez kellemetlen, tényleg erőfeszítés, fárasztó, de miért csinálom? Mert én akarom, vagy én döntöttem így. Sokszor azt veszük észre, tapasztaljuk, hogy egy-egy vizsga, akár a kísérettségi, akár az érettségi, olyan nagy téttel bír, hogy azt mondjuk, hogy ha most nem tudom, nem jut be abba az iskolába, vagy arra a szakra, akkor az egész élete teljesen megváltozik. Igen, hát hogy meg, de nem befejtlenül a katasztrófa irányába. Van egy ilyen technika is, hogy a katasztrófa gondolkodás egyébként, az, ami szorongást növel, amikor akaratlanul is begyűrűzik, meg fog bukni, nem fog tudni semmit, leblokkolok, mindenki más átmegy, én ott maradok. Tehát ez a katasztrófa gondolkodás, és az egyik technika a dekatasztrofizálás, az éppen az, hogy egyszer gondoljunk végig egy olyan szcenáriót, tehát egy olyan irányát az eseményeknek, ami tényleg a legrosszabb, de ezt egyszer is jól, amikor végigvesszük, hogy na és ha tényleg nem sikerül, akkor mi történik? És egyrészt mekkora valószínűsége, hogy az bekövetkezzen, általában elég kicsi, főleg ha van már rá példa, hogy azért jók a jegyeid, követted az anyagot, stb. Nem valószínű, de ha mégis, akkor mi lesz? És mindig kiderül, tehát egyszer végig kell vinni a legrosszabb pontig, amit nem biztos, hogy tudatos, hogy a szüleim csalódnak bennem mélyen, vagy már nem is szeretnek akkor, vagy a barátaim elfordulnak, vagy stb. Tehát, hogy mi az a pont, ami a legnagyobb félelemkeltő része ennek, és akkor végül szinte magától átbillen, hát ez azért nem történik meg. Hát azért tudom, hogy a szüleim csak jót akarnak, de szeretnek. Vagy ha ki igazi barát, megdöbben esetleg, de attól még nem távolodik el tőlem. És hogy még lesz más opcióm is. Akkor ennek a méregfogát ki lehet húzni ezzel, de utána többé nem szabad erre gondolni egyébként. Egyszer, ha már félünk, hadd nézzük meg, hogy mitől. Igen, és ugyanígy félnek a szülők is. Éva, nálad volt, te bontsuk le ezt a sztereotípiát, hogy tényleg nem múlik az egész életünk egy vizsgán, mert hogy teljesen más úton ugyanúgy jó lehet, tökéletes lehet az élet. Egyezzünk meg, a szülő az attól retteg, hogy egy bizonyos pozíciót betölt a városban, ami egy kisváros,
És akkor mindenki elvárja tőle, hogy a gyereke hol tanuljon. Uh-huh. És hogyha a gyereke nem ott tanul, az nagyon kellemetlen, és meg lesz címkézve, hogy akkor ez itt most micsoda, mi ez az anarchia. És ha én ezzel a félelmemmel szembe tudok nézni, hogy igen, el tudom magyarázni a családtagjaimnak, ugye gondolok itt nagyszülőkre, akik a hentesboltba találkoznak, Magdi nénivel, akinek az unokája nem tudom, hol tanul. Tehát ha meg tudom nekik magyarázni, hogy az én szűk családom számára miért voltak jók ezek a döntések, vagy úgy érzem, hogy jobbak, mintha azt szerint táncoltunk volna, hogy elvárták tőlünk, és hogy ez a külső nyomás kényszerített volna erre bennünket, akkor teljesen rendben van bennem ez a dolog. Uh-huh. És ha bennem rendben van, akkor meg tudom teremteni otthon azt a nyugalmat, ahova a gyerek szívesen jön haza. Mindig ez volt az elsődleges. Ezt a nyomást, ami a szülőkben van, vagy szorongás, azért úgy néha átrakjuk a gyerekekre is. Tehát, hogy rólunk is szól ez az egész, és akkor ezt ha akarjuk, ha nem, a gyerek is megérzi. Megmondom őszintén, mi rendszerint az a család vagyunk, akik a tragédiába és a nagyon nehéz helyzetek közepette mindig igyekszünk a humoros oldalát megnézni a dolgoknak, úgyhogy hatalmasakat szoktunk mulatni azon, hogy mi és a külvilág. Ha ez nem lenne, akkor azt hiszem nem éltem volna túl épésszel egy gyerek kísérettségét sem, illetve arra késztetett volna a nehézség, amivel szembenéztünk, hogy már 9-től, ahogy belépett az iskola kapuján a lányom, csak és kizárólag arról beszéljek, hogy közeledik az érettségi, a 4 év az semmi, vagy leteszed a fenekedet, vagy nem lesz belőled senki. Na hát nem jó így kezdeni a 9. osztályt, de Olga, akár pedagógusként, akár szülőként, mert hogy szintén átélte hasonlókat. Igen, most hirtelen szülőként gondolkodtam éppen. Hogy igen, van ez átéltem, a szorongás, van ez az érzés. 20 éves, 11 éves és 7 éves gyerekem van. A 20 éves Kolozsváron a Zene Akadémián tanul, de közben a bölcsészkarra is díjmentesre bejutott, és akkor, tehát ez, amit elvár a társadalom, hogy akkor a férjem is hangszerművész, és hogyan teljesít a lányunk. Tehát ez nem egyszerű. Nem, és nem egyszerű az, hogy ezt az érzést ne érezze meg a gyerek. Igen, igen, óriási, hát mit mondjak, stressz számára, uh-huh. ha a férjem is jelen van, mikor játszik. Uh-huh. És ezt a feszültséget valahol nekem kell feloldani. Úgyhogy tapasztaltam én is mindenfélét vizsgákkal kapcsolatban. 2 éve érettségizett, próbaérettségin bizonyos tantárgyakból gyengén teljesített, uh-huh. és érettségén kihozta a maximum pontszámot. Nem követtem annyira a munkáját, annak ellenére, hogy pedagógus vagyok, de tehát nem követtem olyan szinten, hogy minden nap leüljek vele, vagy mondjam azt, hogy na igen, én bízom benned itt, ahogy elhangzott, és akkor ezt meg kell csinálni. Valamilyen módon rátalálta a saját útjára. Igen, igen, ez nagyon fontos. És úgy elfogadtam volna azt is, ha mondjuk nem egy kitűnő médiával, tehát mondjuk a magyarból nem írja meg a 10-est, akkor ez van. De aztán nagy boldogan hívott, hogy igen. Anyu, tehát először a történelmet mondta, ami szintén próbaérettségén rendkívül gyengén ment, tehát gyengén teljesített, és aztán... Volt egy ilyen pozitív élmény, igen. Hál' Istennek. Na de van-e olyan tipp, hogy a szülő akkor hogy dolgozzon a saját magán, hogy azt a sok külső tényezőt, meg azt a szorongást, ami benne van, ne adja át a gyerekre, hogy legalább ezt a plusz terhet ne cipelje a gyerek is. Hát ez nagyon tetszett, ahogy neked ez sikerült. Ez egy önismereti út. Ugyanúgy fel kell tegye a szülő is a kérdést, hogy tulajdonképpen mit szeretnék, ez az én célom, miért fontos nekem, vajon a gyermekemnek is az-e fontos, és hogy mitől tartok.
És hogy vajon az, hogy mit szólnak mások, aznak van-e akkora súlya, hogy ezért érdemes elrontsam a kapcsolatomat a gyerekemmel? Mert amikor nyomást gyakorolok rá, amikor átsugárzik a szorongásom, akkor azzal erodálom, rongálom a kapcsolatomat vele, és az mindig előbbre való kell legyen, mint az, hogy nyilván szeretném, hogy jól teljesítsen, hogy menjen neki, és kihozza magából a maximumot, de a kapcsolódás, az érzelmi biztonság az előbbre való. Tehát, hogyha a dilemmában van, hogy vajon jobban nyomjam el, vagy hagyjam, akkor ezt kell feltenni, ezt a kérdést, hogy a kapcsolatunk mit bír meg, vagy hol tartunk. Úgyhogy magába kell nézzen a szülő, ezt nem a gyerekkel megbeszélve, hanem akár mindkét szülő egymással, mert hogy különböznek, van, ahol csak az egyik szülő tekinti ezt különösen nagy presztízs kérdésnek. Hogy akkor ők egymást támogassák, egyeztessenek, ők amortizálják egy kicsit ezt a feszültséget, hogy ne kelljen kifele éreztetni, vagy hogy feldolgozni. És a kapcsolatra visszatérni, hogy nekünk miről szól még azon kívül, hogy mikor tanulsz, hányosokat kaptál, hogy állsz, érted-e, vegyünk-e tanárt, vagy már vettünk, mert már rég ott tart, ahhozon kívül miről szól még a kapcsolatunk. Meg hogy meg kell kérdezni a gyereket, és nem én szülőként egyedül döntök, hogy most akkor elkezdtük a 10. osztályt, mostantól kezdünk matek tanárhoz, román tanárhoz, magyar tanárhoz járni. Nyilván egyeztetni, és hogyha az a kérdés, hogy jobban kellene segíteni, vagy bevonódni, akkor hogyan? Uh-huh. Hát nem így, hogy helyette hozunk döntéseket, viszont útmutatást lehet adni, akár pont ebben, hogy ő gondolkodik, jó kérdéseket feltenni, hogy gondolod, nézzük meg a szabadid, milyen az időbeosztásod, készíts egy ütemtervet, vagy... Tehát nyilván a saját nyelvein a szülő egy picit megközelítheti pont ezeket az önmenedzselősi készségeket kéri tőle inkább, vagy hozza szóba. Nem, hogy helyette eldöntöm, hogy na most kezdjük el az pluszorára járást, vagy most hagyd abba a sportot, hanem egyeztetünk, hogy ő kezdjen el a gyerek saját maga ilyen szempontból is önállóbb lenni, és az idejét beosztani, a döntéseit meghozni. És gondolom, ezt nem 8-ban, meg 12-ben kell elkezdeni, viszont ismerni kell olyan szinten a gyerekek is, hogy ugye a gyerekek is másak. Van akit úgy szokták mondani, hogy kell rugdosni. Tehát, hogy nem biztos, hogy olyan esetben például jó megkérdezni, hanem hát igen, ez a kérdés igazából, hogy a szülő mennyire folyjon bele, mennyire legyen ott, mennyire tegyen. Tehát ugye, hogy mondod, pont ezt kell ismerni, és a szülő azért tudja, hogy az ő gyereke melyik irányba csúszna el, hogy amúgy is szorong, és éjjel nem fekszik le, vagy korábban fel kell, mert nincs meg a házia, az egyik, akkor ott inkább lazítani kell, és a másik pedig, akinek a több keretet, struktúrát kell adni, akkor ott arra kell leülni, hogy mikor van a szabad idő, mikor fogja, előbb mondjuk tanuljál, a telefonidőt, gyere beszéljük meg, hánytól hányig. Tehát ott olyan szempontból kell jobban belefogni, nem feltétlenül leülni vele tanulni, ha bár akinek megy, azt is lehet, szerintem nagyon nehéz szülőként tanulni, az anyagot se ismerjük. Hű, már, sokan, hogy mi a követelmény, persze azt is meg lehet tenni, de ott is megkérdezni, hol van szükséged segítségre, mikor nézzük át, hogy gondolod, mennyi idő van még hátra, ebből vajon mikor tudsz tanulni, mikor vannak amúgy is ünnepek, szülinapok, kirándulások, gyere lássam, hogy osztott-e be, hogy gondolod. Ezt mondjuk egy nagyobbnál, ahol az idő észlelésük már egy kicsit fejlettebb, látnak egy kicsit perspektívába, mert a nyolcadikosnál ez még nem is annyira elvárható. Tehát függ egy szó, mint száz attól, hogy milyen ez a gyerek, és milyen a kapcsolat. Tehát a beleszólás az ezért, ha növeljük a beleszólást, de akkor jól, tehát nem inkább csak az önszervező készségekre hívjuk fel a figyelmet, és hogyha pedig a kapcsolat már eleve feszült, mert csak erről szól, akkor teremtsük meg az alkalmat a közös, felszabadult együttlétre is. Persze, hát eleve serdülőkről beszélünk, amikor a kapcsolat azért... Amúgy is egy átalakuláson megy keresztül. Mondjuk nem 8-ban, már hamarabb elkezdődik az átalakulás.
De hogy sok szülő-gyerek kapcsolat nagyon gyenge szálakon marad életben már ekkora, mert hogy önállósul, intézi magát, elmegy egyedül az iskolába, öltözik, fekszik, stb. És hogy nem biztos, hogy észreveszi a szülő, hogy nincs kommunikáció. És akkor ne ebbe merüljön ki a kommunikáció, hogy mit tanultál, és főleg ne a kritikába ráadás utána, hogy szóvá tesszük, hogy nem tanultál, telefonoztál, ez nem megy, az nem megy. Tehát, és egyáltalán ne csak a minősítésben, még nem is ez, hogy dicséret és szidás közül válogatunk, hanem amikor nincs is értékelés, csak jól érezzük magunkat együtt, és valamit együtt csinálunk, vagy felszabadulunk, hogy ez annyira kikopik a hétköznapokban, nincs is idő rá egyébként, hogy a kapcsolat az egyre halványodik, vékonyodik, és azt szerintem még nagyon korai nyolcadikba elereszteni. Éva, említetted, hogy a két gyereknél teljesen másképp zajlottak a vizsgák. Milyen következtetéseket vontál le, hogy akkor a következő ilyen nagyobb vizsgaidőszak, ugye most már a lányos 11-es, tehát jövőre érettségire készültök, mi az, amire jobban figyelni, és mi az, amit inkább nem tennél meg, mert megtetted előző alkalommal? Bevallom őszintén, hogy amikor a gyerekeim megszülettek, akkor végig arra készültem, hogy fogom majd a szexuális nevelést, mint olyant, a hétköznapi életünkbe becsempészni. Hogy ne az legyen, hogy 14 évesen leülünk majd, és elmondjuk, hogy a gólya és a méhecske mit csinál, meg mit nem. És erre nagyon szépen és nagyon tudatosan odafigyeltem, hogy bármikor kérdéseik voltak, bármikor valami olyasmit láttunk televízióban, plakáton, közösen utazva, vagy történt a környezetünkben, mindig ott legyek, nyitott legyek, meg lehessen engem kérdezni. És igen, eljött egy pont az életünkben, amikor azt mondtam, hogy nem csak rátok vonatkozik ez, hanem a barátaitokra is, hogy ne csak közösen beszéljétek meg, hanem próbáljátok meg hozzám fordulni, hogy hozzunk együtt egy olyan döntést, ami számotokra jó. Na már most a tanulás kapcsán rengeteg a külső nyomás. Nekem először a figyelmemet valamikor 6. tájékán hívta fel egy pedagógus arra, hogy na de anyuka, nincsen magántanár? És én úgy megijedtem, hogy egyszerűen levegőt nem kaptam, hogy most akkor minek kellene nekünk magántanár, amikor a gyereknek jól megy minden tantárgy, és utána jöttek ilyen üzenetek a külvilágtól, hogy minden tantárgyból kell tanár. Tehát milyen gyerek az, és milyen szülő az, aki nem engedi meg a gyereke számára ezt az abszolút nélkülözhetetlen. Ja, igen, tehát ezt, hogy nem engedi meg a szülő, hogy menjen magántanárhoz. Ez egy jó megközelítés. Igen, és a kérdésre visszatérve, arra igyekeztem, és ezért hoztam be a szexuális nevelést, mint olyant, arra igyekeztem nagyon-nagyon odafigyelni, hogy így 7. végén ne berúgjam az ajtót, és berobbanjak az életükbe, hogy jött anyuka, aki majd megoldja a dolgot, és időbeosztást csinál, és együtt tanulunk, és a telefont eldobjuk, és nem tudom, mi történik, hanem legyek az az ember, aki mellett meg lehet pihenni. Bármilyen ideges vagyok. Nagyon sokat sétáltattam a kutyát, nagyon sokat olvastam, hogy tudjam tartani a számat, tehát ne abban a valóságban, amilyen fogd vissza magad. Igen, egy másikban, és nagyon sok feszültséget vezettem le a férjem, mert hogy addig is nem a gyerekek szenvedtek, de hogy szerintem volt közöttünk egy ilyen ki nem mondott megegyezés, hogy védeni és menteni. Uh-huh. Tanultál velük például? Azt hittem, azt kérdezett, hogy tanultam-e a helyzetből, mert rengeteget. Velük is tanultam. Igen, tanultam velük. És a helyzetből? A helyzetből nagyon-nagyon sokat tanultam, de azt mondanám, hogy elsősorban önmagamról. Ha még lenne 5 gyerekem, akkor akkor a 7. már tökéletesen egyensúlyoznék. Igen, mert igazából a szülő is tanul folyamatosan, mert a szülőnek is ez egy újdonság, hogy most 8-os a gyerek, 12-es a gyerek, jön a vizsga, hogyan legyek ott mellette, hogyan tudok olyan szülő lenni, aki a legjobban tud segíteni éppen annak a gyereknek, aki a vizsgára készül.
De hogyan tudok olyan pedagógus lenni, aki a legjobbat adja? Mert hogy tulajdonképpen a pedagógus is vizsgázik valamilyen szinten. Persze. Így van. Tehát visszajelzésekből végül is össze kell álljon egy bizonyos kép. Itt a magántanárral, magántanárokkal kapcsolatban, tehát ha ennyire a jóléti társadalomban, mert ezt hozzá kell fűznünk, hogyha a jóléti társadalomban ennyire trendivé válik a magántanározás, uh-huh. és hogy minden tantárgyból, és akkor ez is ilyen presztízs kérdés, vagy nem tudom mivé válik, akkor a gyerek kényelmesen beülhet, és szórakozhat, bohóckodhat, akár semmibe veheti a tanár munkáját. Tehát ezt az iskolában, a tanórán? Hát igen, előfordulhat. Mert hogy a szülő annyira óvja, és akkor tényleg, tehát itt, amit beszélgettünk a találkozásunkkor, hogy mesterséges intelligenciával is létrehozhatnak egy figurát. Egy tanárt, aki otthon akár tanárt is. Ha nem szükséges a lélek, vagy nem szükséges az a bizalmi kapcsolat diák és tanár között, mert biztosítva van számára a magántanár, akkor ez komoly kérdéseket vet fel. És pedagógusként lehet-e annyira visszafogni magunkat, magukat a pedagógusok, hogy ne arról szóljon minden óra, hogy érettségi, vigyázat, ez nagyon fontos, tanultatok-e? Rengeteg felmérőt irattam. Lehet, uh-huh. hogy több szóbeli felmérésre lett volna szükségem, de itt ismét az időhiány miatt. Úgyhogy folyamatosan, tehát én ezt látom, érzem, és csak úgy érek el valamilyen eredményeket, ha folyamatosan mérem a munkájukat, vagy hogy dolgozzanak. Tehát az rendkívül fontos. És ez vajon segíti-e őket arra, hogy a vizsgát könnyebben vegyék? Én szerintem mindenképpen. Tehát ha most a modulok szerint dolgoznék, és mert hogy persze elméletileg az szerint építjük fel a tananyagot, de sokkal többször mérem őket. Uh-huh. Nem minden esetben tetszik ez nekik, tehát volt már olyan, tehát végülis ismerik a törvényeket, ismerik az iskola szabályrendszerét, és akkor azt mondják, hogy de tanárnéni, most már annyi jegyem van, hogy engem nyugodtan lezárhatna. Na, tehát találkozunk ilyen, uh-huh. ilyenekkel. Ha már a vizsgáról beszéltünk, Éva említette az elején, hogy ugye ez az, amit nem tudunk mondjuk így előrevetíteni, hogy van olyan gyerek, aki egyébként nagyon ügyes, nagyon jól felel, és akkor vizsgán lefagy, nem tud szóhoz jutni, jön ez a nagyon erős vizsgadruk. Erre fel lehet-e készíteni a gyerekeket, hogyha ilyen helyzet áll elő, akkor hogyan tud ebből kizökkenni? Igen, lehet erre előzetes, tehát preventíve beszélni. Én azért azt gondolom, hogy némi jele kell legyen annak, hogy szituációkban, amikor nagyobb a stressz, akkor beszűkül-e a gondolkodásra, ront-e a teljesítményén. Tehát én inkább ezekkel a gyerekekkel szoktam beszélni, illetve vannak ilyen felmérő kérdőívek a vizsgaszorongásról, amit, hogyha végigolvas, akkor fel tudja becsülni, hogy vajon hajlamos-e arra, uh-huh. hogy vizsgaszituációba leblokkoljon. Tehát nem csak a leblokkolást próbáljuk megelőzni, ha bár az a legrosszabb, hanem azt, hogy akkora stressz szintje legyen, hogy a teljesítménye magához képest sokkal rosszabb lesz. Kapkod, nem üt eszébe, hibákat követel. Tehát, hogy ez is gond. És akkor különböző technikákkal igen, tehát tanítjuk el is, mondjuk, nem tudom, soroljak el, tehát általában két igen, csoportba tartozik, az egyik az inkább maga a gondolkodásbeli, úgy nevezném, belső beszéd. Tehát hogyan ez a belső kommentátorunk, hát mindannyian gondolkodunk folyamatosan, és a vizsga előtt is, vagy már akár bármely helyzetben gondolunk róla valamit, hogy hú, ez nehéz lesz. Például ez egy belső beszédnek megfogalmazott részlete,
hogy ezeket megtanítjuk tudatosítani, hogy észrevegye, hogy mi megy a rádióban, milyen, hogy kommentálom azt az eseményt, ami előtt állok, és vegyük észre, hogyha ezeknek a tartalma negatív, szoktunk felsorolni, hát ők is kapásból mondanak. A legnagyobb nehézség az, hogy rájöjjön, hogy ő most a helyzetről mit gondol. Tehát ez a metapozíció, amikor figyelem azt, hogy mire gondolok. Ezt egy picit edzük is, és hogyha ez nagyon negatív, akkor már előre kell egy kicsit edzeni, hogy hogyan a gondolat stop, nem, stop, csatornát vártok, ez például egy hasonlat, és ezt nem lehet nem gondolni valamire, hanem valami másra helyette, és akkor ki kell cserélni, és meg szoktuk alkotni azt, hogy melyik az a, az a biztató, önszugesztív hozzáállás, gondolat, mondat, félmondat, általában rövid és velős kell legyen, ami nem hazugság, tehát nem önállítás, mert mindent fog tudni és sikerülni fog, ezt én nem mondom, nem biztatom ilyesmire, mert nem tudunk ezzel azonosulni, hát ki garantálja. Viszont ilyen szerűeket, hogy amit megtanultam, az eszembe fog jutni, koncentrálok a feladatra, kihozom magamból azt, amit tudok, ilyesmit. Mert sokszor csak ennyi, hogy koncentrálok a fel. Tehát vizsga előtti szituációban például, amikor várják a tételt, az egy nagyon érdekes időszak, mert sokszor elég sokat várnak, persze. És az alatt akkora stressz szintet gyűjtenek fel, hogy kifáradnak, mire megjön a tétel. Hogy az alatt néha, hogyha észreveszi, akkor csak ezeket mondja, hogy mikor megkapom a tételt, eszembe fog jutni minden, amit már megtanultam. Mert ugye ez reális, tehát eszünkbe juthat, ha ebbe a tudatállapotba kerülünk. Ez az egyik. Hát van olyan is, ami például a légzés. Hogy 5 légzést számoljon meg tudatosan, kontrolláltan, úgyhogy vagy, tehát 2 többféle van, mit tudom én, a négyzet légzés, hogy 4-re be, 4-et tartok, 4-re ki, és megint tartom 4-et, vagy szóval különböző ki szoktuk próbálni, és hogy ez hasi légzés legyen, ezt főleg lányoknak mondjuk, akik inkább nők a mellkasi légzést alkalmazunk, hogyha rekeszizom is mozog, akkor fiziológiásan old szorongást. Tehát, hogy nem csak a gondolat az egy, az a tudatos, vagy legalábbis próbáljuk tudatosítani, hogy mitől szorongok, vagy mi is van ott, és hogy azt állítsam le. De a testem már benne van egy akkora feszültségben, hogy azt már nem elég, ha mondom, hogy ezt be fog jutni, hanem egy légzési gyakorlat, amit nem is lát senki, helyben rögtön alkalmazható és beválik. Vagy az, hogy a testemre figyelek, és például minél távolabb a fejemtől, ez a lábujjak, a cipőbe szorítsam meg, és lazítsam el 4-szer, 5-ször a lábujjaimat. Behozza a jelenbe, rögtön nem azon, hogy úristen megbukott, tehát az már rögtön a negatív gondolatok általában a jövőre vonatkoznak, és nem itt vagyok. Most itt vagyok, a testemben jól vagyok, végülis nincs vész, nem rohan rám egy oroszlán. Tehát egy kicsit a fiziológiánk, ami nagyon egyszerűen működik, és ilyen jelzésekből kapja, hogy baj van-e, hogy feszült vagyok-e, vagy hogy lélegzem, azt úgymond reszetáljuk, újraállítjuk arra, hogy végül is biztonságban, rendben vagyok. Nem tudom, hogy ilyen lehetséges, de mennyire jó lenne mondjuk egy vizsgatétel, mielőtt beérkezik a tanterembe, azelőtt mindenki álljon fel, kicsit mozogjon, megfeszíteni, ellazítani az összes izmot. Ez egy, tehát ilyen relaxációs technikák is vannak, legjobb ezeket előtte megtanulni. Hát sok. Pár tipp vannak ilyenek, sokat segíthetnek. Hát most már lassan a beszélgetésünk vége fele közeledünk, úgyhogy valami ilyen összegző picit, tudom, hogy nem szeretünk igazából tanácsokat osztogatni másoknak, de azért mégiscsak biztos, hogy eszetekbe jut pár olyan gondolatmondat, amit jó lenne, ha a szülők, vagy akár a gyerekek, de most ugye inkább a szülőkre koncentrálunk, tudatosítanának magukban, hogy akár itt az utolsó 100 méteren, ami még hátra van a vizsgáig, hogyan legyenek ott a gyerek mellett, vagy hogyan segítsék, vagy mi az, amit feltétlenül ne csináljanak, ne tegyenek. Olga? Tanárként egy ilyen olyan erővé válni, ami kreatív lendületet tud nyújtani a diáknak. Ezen kívül, tehát így utolsó 100 méteren is odafigyelni, hogy kinek milyen tanulási stratégia felel meg, tehát hogy milyen ingerekre tud a legmegfelelőbben válaszolni.
És itt a legelején a beszélgetésnek elhangzott, hogy imádkoztál, és mi volt a következő mondván, nem emlékszem, de tanév elején ezt emeltem ki Szent Benedektől, hogy imádkozzál és dolgozzál. Úgyhogy én bízom a diákjaimban, hogy utolsó 100 méteren is még tudnak javítani a helyzetükön. Uh-huh. Mert hogy nem ez is óriási nehézség, ha még belefér, hogy nem homogén társaságokkal dolgozunk, és elég nagy létszámokkal. Igen, és különböző képességekkel, készségekkel rendelkeznek, és tehát ezt mérjük végül is, képességeket, készségeket, kompetenciákat, de nem biztos, tehát lehet, hogy egy nagyon alacsony médiával indultunk 9-ben, tehát amivel bejutott, és azt nekünk fel kell hozni egy 6-osra, mert 6-os az átmenő érettségén, uh-huh. és az egyéni teljesítményeihez mérten nagyon szép a fejlődés görbéje, és én örülök neki, és nagyra becsülöm, értékelem, de nem biztos, hogy az érettség is mércének megfelel. Uh-huh. Tehát itt ebben az esetben érdemes lenne beszélgetni az emelt szintű érettségiről például, mert ugye megint az érettségi felé vittem uh-huh. el a beszélgetést, és akkor egy másféle, tehát talán Magyarországon működik ez, vagy nyugaton működik ez, hogy emelt szintű és egy másféle uh-huh. vizsgarendszer van bevezetve. Uh-huh. Éva? A szülőként szintén kívülről rengeteg érdekes fenyegetésszerű üzenet érkezett, hogy meglátod, ha majd a gyerekek kamaszok lesznek. Azt hiszem, nekem ez a kedvenc periódusom. Van benne kihívás. Nagyon-nagyon szeretem. Látom még bennük a gyereket, ugyanakkor valahol ott dereng, ott felsejlik már az a felnőtt, akivé válni fognak, és egy varázslat. És amit üzennék, vagy mondanék a szülőknek, ne azt, hogy mit ne csináljanak, annyi butaságot csinálunk, hanem azt, hogy mit csináljanak, nagyon-nagyon szeressék. Ez a legfontosabb. Uh-huh. Záró szó, gondolat? Tudom, mi a legfontosabb, vagy ehhez mit lehet hozzátenni a szereteten kívül. Talán akkor saját előző tanár tippjeimhez kapcsolódva, hogy figyeljenek a szülők, vagy figyeljünk oda az ismétlődő mondatainkra, amikor frusztráltak vagyunk, vagy akkor is, mikor örülünk, mert azok, amiket mondogatunk, azok nekik belső beszéddé válnak, a saját magukkal szembeni attitűddé. Tehát, hogy mit mondunk, mikor örülünk a sikerének, vagy mikor bosszantanak. Kicsit hallgassuk meg magunkat, és tanuljuk meg, hogy amit akarunk, hogy ő beépítsen magáról az én képébe, és úgy viszonyuljon ő maga a kihívásokhoz, hogy csak olyanokat mondjunk neki. Vagy hát nem fog sikerülni biztos tökéletesen, de ha már van egy tanács, hadd mondjam, mert magamnak is mondom, uh-huh. hogy ezt a önismereti munka lesz, hogy én magammal is hogy beszélek a gyerekemmel, és hogy az be fog épülni. Tehát Hát igen, óriási felelősség minden mondat, amit kiejtünk a szánkon, főleg a gyerekek fele, mert az meghatározza, és lám meghatározhat egy vizsgát is, hogy aztán ez hogy fog sikerülni. Részben, igen. Ugyanakkor, amit nem, azt engedjük el. Tehát ez az imádkozunk azért, ami nem rajtunk múlik, és ami meg rajtunk múlik, azt azon dolgozzunk. Hát köszönöm szépen. A vizsga az egy nehéz időszak, és kitartást kívánunk minden szülőnek és gyereknek ehhez, és hát sok sikert hozzá. Köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönjük. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, jövő pénteken egy újabb nőszemközttel várom önöket. A viszontlátásra.